lánya, és... De jó, várjuk meg Mariant is, és akkor mindjárt elmondjuk, jó? Azért rendesen megnéztétek, hogy mit írt alá, remélem, de hogy aztán most csöbölve vödörbe. No, hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy most itt voltunk jó néhányan, úgy olyanok, akik nem nézték azt, hogy melyik csapatba tartoznak, milyen párthoz tartoznak, vagy ki hova megy, hanem csak egyszerűen felvonultunk és segítséget adtunk Mariannak ahhoz, hogy ma ne kelljen elhagyniuk az ingatlanokat. 21 percbe tellett mindösszen, ugye 10 órára jelent meg itt a végrehajtó, és a következő jegyzőkönyv született, elég beszédes, úgyhogy ezt szeretném felolvasni. Kicsit nehéz olvasni, de majd nézzétek el nekem. Tehát a fenti számú végrehajtási ügyben az elárverezett, stb. Számú ingatlan birtokbaadásán megjelentem. Jelen van az adós Bánszki Mária, valamint az otthonvédelmi tanács részéről kb. 20 fő demonstráló. Az árverés kérő részéről megjelent munkatárs, aki nyilatkozott, hogy a birtokbaadási cselekményt nem kéri, mert hogy erre ő nem kapott felhatalmazást, hogy ilyen körülmények között is végrehajtsák ezt a cselekményt, és ő ehhez nem adja a nevét. Ugye ez, amikor a kilett tűzve, igen, a fenti okok miatt a mély napra kitűzött birtokbaadást elhalasztom november 28-án 10 órára. Felhívom az adós Bánszki Máriát, igen, hogy az elárverezett, stb. Számú tatai ingatlan kiürítéséről gondoskodjon, valamint Kristóf László elhelyezéséről pedig ugye ígéretet tett az otthonvédelmi tanács, illetve a szövetkezet nevében, hogy segítünk abban, hogy a beteg gyermek is elhelyezést kapjon. Ugye ez a fő oka, hogy ezt a lakást egyelőre nem tudjuk kiüríteni, és hogy mikor fejeződött be ez a kiürítés, ugye most 21 perccel azután, hogy megjelentek. Az én azt gondolom, hogy nagy győzelem ez a mai. Ez azt jelenti, hogy 20 ember túl egy határidőt, 30 napot, ami egy családnak az élete lehet, ennyit adni, és bárki, aki ezt ledegradálja, és azt mondja, na de hát csak 30 napokat szerzünk, 30 nap az az élete nagyon sok embernek, ugyanis ez a 30 nap, és azt hiszem, hogy itt kell most nagyon észen vagy résen lenni Balázséknak, akik a jogi részt intézik, ennek a 30 napnak elégnek kell lenni arra, hogy elérjük azt, hogy jogilag itt maga a végrehajtási eljárás kerüljön felfüggesztésre, hiszen nyilván ez a szerződés is ugyanolyan pacak, mint az összes többi, akinek van mondjuk 300 000 forintja ügyvédre, és meg tudja védeni, vagy előbb ébred, mert ugye itt azért nagyon a végén kaptuk ezt meg. Tehát erre kell nekünk törekedni, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy időben szóljanak, és minél több ember jöjjön el, és ma ugye azt értük el, hogy itt azért Tatáról is vannak néhányan, tehát vették azt a kérésünket, hogy bizony a helyszínről is jöjjenek az emberek, de ebben az utcában több ezer ember lakik, vagy több száz ember ebben az utcában is, mennyi, 8000, vagy hány ezer? 25 ezer ember Tatán, hogyha ebből csak 500 ember ma idejön, akkor teljesen mindegy, mekkora hadsereg jön. És hát hogy lehet, hogy ugyanebben a cipőben és ugyanebben a cipőben vannak. Tehát, hogyha valaki... Szervezetlen. Mivel, hogy vártam a bírósági ítéletet, ezért nem akartam előre szervezni, de utána már kicsit itt késő volt. Nyilván mindig a legrosszabbra kell készülni, tehát arra kell ébrednie az embereknek, hogy saját magukat kell megvédeniük, össze kell kapaszkodni, és elmenni egymásnak segíteni, és akkor nem kell messziről utazni, itt is azért utaztak messziről is emberek, és nem ez a fontos. Az a fontos, hogy ott az emberek helyileg meg tudják magukat védeni, és nem lesz az a karhatalom, aki ki akarjon tenni embereket, ha ez az utca itt tele lett volna emberekkel. 500 ember ezt a teret itt bőven elfoglalta volna, és biztos vagyok benne, hogy nem jöttek volna ide emberek, 32 milliós rendőri befektetéssel, amit ugye a Kápolna utcában megtettek, hiszen tizet ér az ingatlan, egyesek szerint szerintem többet, de az már egy másik történet, és akkor ez a család lehet, hogy örökre itt tud maradni.
Én köszönöm, Józsi, azért pár szót te is légy szíves. Igen. Muszáj egy pár szót szólnom, mert hogy... Lefényképezünk mindjárt, jó? Helyzet az, hogy Lacival ezt az egész ügyet adráson keresztül tudtuk meg, éppen a gyulai kilakoltatáson. Én Andrásnak külön köszönöm azt az energiát és azt a hozzáállást, amit ő képviselt ebben a kérdésben. Rengeteg segítséget nyújtott. Itt tudtam szólni Lacinak. Laci fel tudta tenni az internetre. Utána ez a hír elterjedt. Itt vannak Györgyikék. Megérkezett mindenki, aki segíteni akart egy családnak. Ez nem politikai kérdés, abszolút emberi kérdés, amiről beszéltünk. És Lacival arról került szóba, hogy hogyha az emberek a reményt vesztik el, hogy nem segít nekik senki, akkor azt nem lehet helyrehozni, helyrehozhatatlan. Amikor eltelik 5-6 év úgy, hogy az ember azt gondolja, hogy úgyse fog történni semmi, és úgyse fog segíteni senki, és úgyse fogok egy szöget se beverni abba a falba, vagy abba a pába, felé védőkart. Akkor vége a világnak. Tehát mi nekünk nem megmenteni kell már valamit, azon túl vagyunk. Azt mondják, hogy a 24. órában vagyunk, nem vagyunk a 24. órában, túl vagyunk rajta. Túl vagyunk. Már egy új országot kell felépíteni, újra kell reményt tenni embereknek, akik elveszítették a házukat. Ez egy a közül a 120 ezer lakás közül, amit árverezni akarnak. Marian egy a közül a 600 ezer ember közül, aki elveszítheti a lakását hónapokon, éveken belül. Ugye tudjuk, hogy megszűnik ez a limit, ez a 3-4-5%-os limit, akkor a piacra kerülnek a lakások, és azért 600 ezer ember ez a lakosság jelentős része. Ez nem politika. Nem megnyerni kell őket valamihez, hogy majd ők majd megvannak nyerve, és akkor támogatnak ilyen vagy olyan irányokat. Egyszerűen őket meg kell menteni. És ezt csak közösen tudjuk. És azért köszönöm egyenként nektek külön, és el is kezdem én mindenkinek. Köszönöm nektek. András, a lelek. Köszönöm neked. Ez csak így meg. Ez a legkevesebb, igaz? Igen. Ez a legkevesebb, megköszönöm nektek. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Bele raktátok magatok. Köszönjük a szervezést, meg a segélykérést, óriási volt. Na hát, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Neked is. 20 ember meg tud akadályozni. Köszönjük kilakoltatást, mert híre van, mert leírják, hogy miért. Így van. Akkor ez az új korszak elkezdődött, és ennek a kezdetnek azt hiszem megvannak a hősei, és itt nincs áldozat, itt csak győzni lehet. Köszönöm. Ez a második jegyzőkönyvünk egyébként. Igen. Erről, tehát a Gyulai volt az első, bár nem tudom, ott le volt-e írva, ahol azért nem jött ki a végrehajtó, mert ott voltunk. És ez már most már le is van írva. Azért, mert 20 fő demonstráló ott volt. Nehéz 20 fő, 50-et, vagy 100-at, vagy 500-at összeszedni. Hát nekünk nem, de aki otthon csücsül. Azért gondolkodjon már el rajta, hogy amikor az ő házáért jönnek, milyen jó lenne, ha ott lenne 20 ember, vagy 100 ember, vagy egy nagyobb területen 500 ember. Na de ha ő nem jön el, egy ország, akkor hogy várja el, hogy majd valaki oda menjen? Azok már, akiket addigra kitesznek, és el lehet, az már nem tud oda venni. Tehát most meg kell menteni azokat, akik majd az ő házát fogják megmenteni. Így van. És ezt kell mindenkinek megértenie, hogy ezt a bolhaszarnyi kupacot, akik uralkodnak fölöttünk, igen, ezeket el kell söpörni. Igen. El kell söpörnünk együtt. És ezt meg tudjuk csinálni, tök mindegy ki, melyik oldalon áll, tök mindegy milyen a bőrszíne, teljesen mindegy. Mennünk kell és segíteni kell egymásnak. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy itt vagytok. Köszönöm szépen én is mindenkinek. Köszönjük meg magunknak, tehát természetesen ez egy csodálatos együttes dolog volt. Este úgy tűnik ünnepelni fogunk nálunk. Van minden okunk rá, hogyha tudsz jönni, akkor szívesen látunk. Én nekem még lesz egy másfelé mész, de este mindenképpen ünneplés lesz, mert van mit. Mi hiszük azt, hogy van mit. Egy tapsot megint. Köszönjük meg ezt.